kiskorom óta vonzottam Afrikához, és sejtették, hogy később bekerül a családba egy afrikai férfi is. Tehát most mondjuk a hatósági osztályhoz, aki, ha mint megtudtam, ők fogják lefolytatni ezt a felülvizsgálatot a jövőben. Tehát ezt a kiutasító határozatot, amit a bíróság ítéletével helyben hagyott, azt felülvizsgálja. És vajna Dimitro a Hungary? Mi moi, je respecte la loi. Je suis en Hongrie, il faut respecter les lois. Je suis musulman parce qu'ils ont dit que tout, si tu arrives dans un pays, comment ils font, comment ils habillent, comment ils font, il faut faire comme eux. Számunkra a leglényegesebb az, hogy a menedékjogi eljárás, vagy a más számunkra releváns eljárások során a lehető leghamarabb megkapják az összes információt, ami segíti őket eligazodni ebben a rendkívül bonyolult és még a jogi végzettséggel rendelkező magyar állampolgárok számára is nehezen megérthető környezetben, illetve eljárásban. Kedves jegyesek! Kellő megfontolás, alapos döntés után házassági szándékotokat a törvényben előírt módon bejelentettétek. A bemutatott iratok alapján megállapítom, hogy házasságkötéseteknek nincsen törvényes akadály. Boldogok vagyunk! Már a gyerekek születése előtt szerettünk volna összeházasodni, és akkor azt mondták, hogy csak útlevéllel lehetséges, és akkor még nem volt útlevél. Ezek után azt mondták, hogy másik dokumentummal is lehet, akkor már összeszedtünk mindent. A ruhám is akkor már elkészült, és kiderült, mégsem fogadták el, vagyis visszautasították, hogy összeházasodhassunk. És most lett útlevele ebben az évben, és így már elfogadtunk. A menekült program a Magyar Helsinki Bizottság egyik nagy programja. 1998 óta nyújtunk módszeresen és ingyenesen jogi segítséget a Magyarországra érkező olyan külföldieknek, akik valamilyen módon védelemre szorulnak. Na most ez az úgynevezett nemzetközi védelem nem csak a menekülteket foglalja magában, akik ugye valamilyen politikai, vallási, társadalmi csoporthoz való tartozás miatti üldözés elől menekülnek, hanem számos más kategóriát is. Például a hontalanokat, akiknek nincs állampolgársága, kísérő nélküli kiskorúakat, vagy például olyanokat, akiket nem hagynak a magyar, vagy az itt élő, letelepedett, vagy menekültként itt élő családjával együtt élni. Éves szinten körülbelül 800 menedékkérőnek nyújtunk egyébként tanácsot. Bouba, il faut que toi, si tu viens, pour intégrer dans la rébellion. Parce que tu as vu comment on a tué ton papa. Donc si tu viens pas intégrer dans la rébellion, on va te tuer, et on va brûler la maison, on va prendre tous les biens. C'est pour ça que même ma maman est morte. Ma maman qui ma maman. Elle est morte. Moi, actuellement, je suis pas de maman, je suis pas de père, je suis pas de oncle, je n'ai rien là-bas. Même la maison, c'est privé. Felhívták a Bubát arra, hogy eddig nem volt útleveled, most kell útlevelet szerezned, mert útlevél kell. Úgy gondoltuk, hogy egy idő után kérhettünk tartózkodási engedélyt, mert a bevándorlási hivatalban is mindig említettek neki, hogy ha lesz már útlevele, akkor a gyerekekre való tekintettel megkaphatjuk az engedélyt. Igen, nekem is mondták. Megkaphatjuk az engedélyt, de nem így történik. A menekültügy területén Magyarország kifejezetten szigorú rendelkezéseket vezetett be az elmúlt év folyamán, és a gyakorlat nagyon szigorodni látszik most már évek óta. Az, hogy Magyarországra a védelem keresés céljával érkezett,
és az, hogy a Genfi Egyezmény feljogosítja a menekülteket arra, hogy akár jogszerűtlen eszközökkel is megközelítsék a védelmet nyújtó országot, ebben a tekintetben sajnos nem talál értő fülekre. Sikerült egy olyan lakásba költözni, aminek van kert, és a gyerekek ott azóta is boldogan élhetnek. Ezt a címet be is jelentették a bevándorlási hivatalnak, de valahogy az egyik ügyintézőtől ez az információ nem juthatott át a másikig. Miután lejárt a kártyára, akkor visszament, és ekkor derült ki, hogy már kiutasították az országba, de erről nem volt tudomásunk. Ők azt mondták, hogy kiküldtek erről egy értesítést a határozatról, amit mi soha nem kaptunk készhez, és úgy gondolják, hogy illegálisan tartózkodott Magyarországon 2 hónap. Nem tudott a határozatról, és ezért nem távozott önként, és ezért 2 hónapig itt illegálisan mondta a gyerekeivel a játszótéren, az mondjuk nem hiszem, hogy annyira súlyos veszélyt jelentene a közremre. Többször előfordult, hogy a meghallgatáson a tolmács nem azt fordította, amit ő mondott, és értette annyira magyarul, hogy szóljon. Először a tolmácsnak szólt, utána az oltalmi hivatalnokoknak, és soha nem biztosították számára a másik tolmácsot. Ezen kívül soha nem engedték azt meg, hogy én bemenjek. De fois même si l'interprète là et si il explique, il sait pas comment m'expliquer. Moi, non, je dis à l'interprète, il faut pas, c'est que je dis en hongrois, oui, je dis en hongrois, il faut pas dire n'importe quoi, dis ce que moi je parle, c'est ça qu'il faut le dire. Qu'il entend ça. Tolmács csak próbált eleinte megbeszélni, hogy akkor kérdezz rá, nem érted, hogy mit mondok. De nagyon fontosak ezek a dolgok, ezért szeretném az anyanyelvben elmondani. Azt mondja, hogy azt csinálnak, amit akarnak, mert ő fekete. Azt mondja, hogy ez pont como si noir, no? Attól még, hogy más a bőrszín. Parce que le noir, le blanc, tout ça, c'est la même chose. C'est la même, parce que c'est la même. Parce que comment c'est le problème? Parce que eux, ils devaient regarder sur les enfants parce qu'ils sont très petits. Parce qu'ils devaient me dire, hey, tu as une chance parce que toi, parce que c'est des enfants. Mais si c'est toi seulement. Aujourd'hui, tu ne seras pas là. Je suis d'accord. C'est les enfants qu'il faut regarder. Parce que demain, eux aussi, ils vont travailler là-bas. Après, ils vont être ministres. Barack Obama, c'est quoi? C'est nègre, non? On ne sait pas. La vie, on ne sait pas. Barack Obama, son papa, c'est nègre. Il est le président de l'Amérique. Mais c'est ça qu'il faut voir. C'est ça qu'il faut voir. Les enfants là, c'est des Hongrois, mais eux, c'est des Hongrois. Il faut aussi qu'ils connaissent que c'est les Hongrois, qu'ils respectent, qu'ils donnent leur droit. Parce qu'ils ont le droit, il faut qu'ils donnent leur droit à les enfants. Parce que tout ce qu'ils font, même ils peuvent vous faire du mal, mais ils m'ont dit que, attention, c'est à cause des enfants. C'est à cause des enfants. C'est ça qu'il faut regarder. Pour moi, non. Mais les enfants, c'est ça qu'il faut regarder. Parce qu'on ne sait pas, demain, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Ok, mais si le papa n'est pas là, comment ça veut dire qu'il voulait briser le carré des enfants. Il voulait briser le carré des enfants. Plus leur grand-père. Parce que tu dis le grand-père, voilà, on va amener Bouba, c'est lui. Le papa, le grand-père peut tomber, mort tout de suite, crise cardiaque, il peut le faire. Qui l'ont tué? C'est eux qui l'ont tué. Donc c'est pour ça là, il y a des choses. Moi, il y a des choses, il faut les respecter. Próbálunk optimisták lenni, és bízunk abban, hogy átgondolják a helyzetünket, és belátják azt, hogy nem szakíthatnak szét egy családot, nem szakíthatják el a férjünket, főleg a gyerekeinktől. Ez a bevándorlási hivatal első útvesztője. Ez a cső. Thank you.
megtudtuk, hogy felülvizsgálják a határozatot, ami mindenképp pozitívum. Úgyhogy reméljük, hogy meg is változtatják a döntésüket. Ebben bízunk. Helsinki, ez is segített nekem sok. Helsinki csinálja minden. A Helsinki bizottságot az interneten találtam, és láttam, hogy ők segítenek menekülteknek, és jogi képviselőt is tudnak biztosítani számukra, és akkor fordultunk hozzájuk. Az információs szolgáltatás rendkívül fontos, ezért a Helsinki Bizottság készített például egy 10 nyelvű tájékoztató füzetet menedékkérők számára, ami a menedékjogi eljárás minden egyes lépését felvázolja. Végig kísérjük őket az eljárás folyamán, tehát szóbeli tanácsadást kapnak, akár az idegenrendészeti fogdán, akár egy menekültáborban, akár hogyha itt élnek Budapesten egy magánlakásban. Adott esetben az is előfordulhat, hogy például, ha Magyarországon nem sikerül jogorvoslattal érni, akkor az Európai Emberjogi Bírósághoz, a Strasbourg-i Bírósághoz fordul. Vagyunk, de elég meg kellene még hallgatni, csak mivel 10 órakor bezárva bemenne a sivatagügyetek, ezért nem tudtam tovább folytatni. C'est différent, c'est pas la même chose comme avant, comme par voie là. Vraiment, je sens, il y a un peu de changement. Avant, comme traite, je sais pas. Teljesen más. Oui, parce que avant, il y a des... Je remonte les dossiers. Bon, il regarde même pas les dossiers que je remonte. Ezelőtt, hogyha hozott bármilyen anyagot kezemanszról, akkor el sem, meg sem nézték. Mais aujourd'hui, quand même, Barbara est présente, donc tout ça, tout est quand même, ça va, je pense. De hogy most itt volt Barbara, ez sokat segített. Nemzetközi védelem nem ér véget azzal, hogy valaki kap egy útlevelet, kap egy papírt. Onnantól kezdve neki a védelem, ahhoz, hogy a védelem tényleges lehessen, ahhoz számára mindenféle jogokat, a társadalomba való beilleszkedés jogát kell biztosítani, illetve olyan további lehetőségeket, amit például a nemzetközi jog is előír, tehát egy olyan státuszt, amivel ő emberhez méltó, hogy mondjam, tevékeny életet tud élni a befogadó országban. Ennek ugye a családi egyesítés lehetősége szerves része. A családi élethez való jog nem csak a magyar állampolgárokra vonatkozik. Az egyik legalapvetőbb emberi jog. Ezt nem csak az Európai Emberi Jogi Egyezmény, az Európai Unió Alapjogi Chartája, de a magyar alkotmány is véri, tehát a legmagasabb szintű magyar jogforrás. A családi élethez való jogkörében nagyon fontos a gyermekek jogai. Tehát, hogy a gyermekek speciális jogát arra, hogy családi környezetben nőjenek föl, hogy a szüleikkel tartsák a kapcsolatot, együtt éljenek adott esetben, ez megint egy speciális területe a jogszabályoknak. Jó napot kívánok, Pohárnok Barbara ügyvédelő a Helsinki Bizottságban, és érdeklődnék, hogy az egyik ügyfelem a diatta Bouba fal. Pénteken befáradtunk a bevándorlási hivatalba. Meghallgatásokat lefolytató ügyintéző fiú ünnepélyes, megható keretek között kihirdette számunkra a határozatot, a Bouba és én voltam ott. Ez a határozat kimondta, hogy a család életközösség fennáll, és a kiskorú gyermekek érdekeit, illetve a család egységét sérti hogy sértené a kiutasítás és a 2 éves beutazási és tartózkodási tilalom fenntartása, és mivel ez az érdeksérelem fennáll, ezért a korábban elrendelt kiutasítás és 2 évre szóló beutazási és tartózkodási tilalom törléséről rendelkezett. Ugye itt a saját korábbi kiutasító határozatát törölte, amelyet a bíróság idén áprilisban helyben hagyott a keresetőket elutasítva. A
Magyar Helsinki Bizottság jelenleg tulajdonképpen egyedüli szervezetként végzi Magyarországon ezt a jelentős feladatot, tehát a jogi segítségnyújtást a menedékkérők számára. Ez elsősorban Európai Uniós támogatás, illetve az ENSZ menekültügyi főbiztosságának támogatása teszi anyagi értelemben lehetővé. És fontosnak tartanám azt is megemlíteni, hogy a Helsinki Bizottság viszonylag egyedülálló a régióban abból a szempontból, hogy rengeteg nemzetközi projektet vezetünk, viszünk. Azt gondolom, hogy elég jelentős eredmény, hogy több mint 10 európai országban tartunk most már évek óta mindenféle képzéseket, nem csak ügyvédeknek, hanem például bíráknak és állami hatóságoknak is. Részt veszünk számos nemzetközi kutatásban, publikálunk, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik legaktívabb európai szervezet vagyunk nemzetközi szinten a menekültüggyel foglalkozó szervezetek között.